Rangos elismerést kapott az Encsencs Penészlek-Nyírvasvári Általános Iskola Penészleki Tagintézménye, hivatalosan is energiatudatos iskola lett. A díjat a Virtuális Erőmű Program ünnepségén Budapesten vehette át az intézmény vezetője, a Mátészalkai Tankerületi Központ igazgatója és Penészlek polgármestere. Köszöntöm a stúdióban Hajdú Henrietta intézményvezetőt, jó estét kívánok! Jó estét kívánok. Mindenek előtt szívből gratulálok ez az elismeréshez. Köszönjük szépen! Honnan indult egyáltalán az ötlet, hogy az energiatudatos iskola program felé kell venni az irányt? Egy évvel ezelőtt elnyertük a tudatos fogyasztóvédelmi címet, és ennek apropójából, amikor egy év múlva ez a felhívás érkezett, hogy energia tudatos iskola cím elnyerésére adhatunk be pályázatot, akkor nem volt kérdés, hiszen évek óta erre neveljük a gyerekeket, hogy hogyan kell energiatudatosan, illetve fogyasztóvédelmi magatartást betartani. Erre különféle szakköröket tartunk, foglalkozásokat. Most jelen pillanatban a Vízvilágnapján mennek fel a gyerekek egy országos díjkiosztóra, ahol a tehát az volt a lényeg, hogy kerékpárral vagy gyalog járjunk inkább iskolába, és a környezetszennyezést elkerülve ne autóval közlekedjünk. Minden nap ezen vagyunk, hogy ezt tudatosítsuk a gyerekekbe, kapcsolják le a villanyt, húzzák ki a mobiltöltőt, és amivel tudunk segíteni, esővizet gyűjtünk, ezzel ugye locsolják a virágokat, úgyhogy ezen vagyunk, hogy ezt a gyerekek... Mennyire fogékonyak erre a gyerekek? Nagyon. Nagyon fogékonyak, mert azért beletartozik az is az igazsághoz, hogy azért amikor az óra keretében belecsempészünk 10-15 percet arra, hogy egy kicsit játszon, egy plakátot készítsen, mondjuk az elmúlt héten milyen fontosabb programokat tettünk a energiatudatosság jegyében, akkor éppen nem magyar óra van, nem matematika óra van, hanem ezzel játszunk és foglalkozunk velük, tehát mindenféleképpen bevők erre a gyerekek. Mennyire tartják ezt a gyerekek hasznosnak, vagy izgalmasnak, vagy érdekesnek, vagy egyébként bármi jöhet, csak ne a tanulás? Nem, hát végül is igen, bármi jöhet, csak ne a tanulás, azért a gyerekek szemszögéből nézve. De én úgy gondolom, hogy elérkeztek már ők maguk is, főleg a felső tagozat egy olyan szintre, amikor alsó tagozatban ezt elkezdjük velük, akkor most már eljutottunk arra a pontra, hogy önállóan készítenek egy videófilmet. Nem kell adnunk segítséget, adunk egy támpontot, egy címet, és van rá két napjuk, és ők önállóan engedélyt kapnak rá, hogy délután nem napközben legyenek tanulószobán szakkörön, hanem elkészítik ezeket a filmeket. És amikor azt látjuk, hogy egy 12-13-14 éves gyerek hogy fel tud dolgozni egy mondjuk környezetgazdálkodási témát, akkor ez példaértékű. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy már most megérettek arra, hogy szeretik is. Mennyire ültetik ezt át a gyakorlatba, a mindennapi életbe? Az iskolán belül, amint már említettem, esővízgyűjtés, rajzórákon és olyan órákon, ahol ezt meg tudják valósítani, készítenek olyan felhívásokat, hogy például minden teremben a villanykapcsolóhoz egy kis plakát van, hogy kapcsold le a villanyt. És akkor a kicsiket is már arra szoktatjuk, hogy a pedagógus esetlegesen direkt zárójel megjegyzem, fent hagyja a villanyt, és az a feladat éppen a hetesnek, hogy nézzen körül, hiszen süt a nap, nem kell, hogy égjen a villany. És akkor erre szokatjuk a gyerekeket, hogy ez nagyon fontos otthon is, hogy ellenőrizzék le, ne kapcsolják, ne hagyják fönt a villanyt éjszaka, még a kislámpát se, vagy ellenőrizzék, hogy el van-e zárva a csap, nem csöpöge, és akkor ezt így beválik, úgy látjuk, hogy... Milyen szempontok alapján választották ki az iskolát erre a díjra? Hát én úgy gondolom, hogy nem csak írtuk, hanem be is bizonyítottuk, hogy esetleg erre a díjra az iskolánk, illetve a gyerekek, meg a közösség érdemes, hiszen azok a megmozdulások, amik évek óta történnek Penészleken, a penészleki iskolába, azokról konkrét YouTube-os videófelvételek vannak, és ezekkel alá tudtuk támasztani, hogy nem csak a levegővel beszélünk, hogy mit teszünk ugye a ilyen témákban, hanem ott van mögötte a ténylegesség. Tett. Milyen fogadtatása volt az iskolában ennek a díjnak a gyerekek? Nagyon-nagyon örültek körében. A gyerekek, nem árultuk el nekik. Ugye nyilván, mikor megkaptam ezt a felhívást, hogy ezt az eredményt, akkor a Mátészalkai Tankerületi Központ is megkapta, illetve a polgármester asszony elsődlegesen, úgyhogy nem árultuk el, csak amikor már előhoztuk az oklevelet, ugye egy... nagyon szép oklevelet kapott az iskola, és akkor jelentettük be a gyerekeknek, úgyhogy nagyon boldogok voltak, és hát mondtuk, hogy itt a munkátok gyümölcse, tiétek is. Mennyire van ez hatással az iskola iránti lojalitáshoz, vagy egyáltalán az iskolába járás
lelkesedéséhez. Hála Istennek, ezt mindig el szoktam mondani, hogy a penészleki iskolára annyira nem jellemző a hiányzás. Éppen azon vagyunk, hogy legyen egy játszótér, de jelen pillanatban olyan plusz szórakozási lehetősége nincs a gyermeknek, amivel hát azért hétvége vagy délután, főleg, hogyha jó idő van, maximum a focipályára tudnak lemenni. És éppen ezért még ilyet nagyon nem láttunk, és hihetetlen, de ha véletlenül esetleg elmarad egy délutáni napközi, akkor sajnálják, tehát hogy nagyon-nagyon szeretnek iskolába járni. Amennyire én tudom, nem csak az energiatudatos program az, ami erősség ennek az iskolának, hanem egyéb területeken is szép eredményeket érnek el. Így van, én úgy gondolom, hogy a tantestülettel arra fogadtunk, hogy nem, nekünk nem szakmánk van, hanem hivatásunk a pedagógus szakma. Halmozottan hátrányos helyzetű iskolába tanítunk. Tehát a gyermekeinknek a 80%-a halmozottan hátrányos helyzetű, nehéz körülmények között érkeznek minden nap az iskolába. És már most 16 éve abban vagyunk, hogy első osztályos koruk óta figyeljük a gyerekeket, felmérjük ki, mivel lehet tehetséges, és évente 150-160 pályázatot adunk be, de úgy, hogy ebbe már 30-40%-ban a felső tagozat önálló munka. Úgyhogy most például tanápi napon néztük meg, hogy szeptembertől jelenleg 106 pályázatot adtunk be. Nyilván próbálunk olyan pályázatot is a részükre keresni, amiben támogatottságot kapnak. Most legutóbb a KNTH-nál pályáztunk, és 100 darab sportcipőt nyert vadonatújat az iskola, ami úgy gondolom, vagy rajzeszközöket, hogy próbáljuk a szülőket is abban segíteni, hogy... Tehermentesíteni. Így van. Ez az aktivitás mennyire mérhető, mondjuk úgy, hogy számokban ez csúnya szó, de hogy a kimenetben mennyire látszik ez a továbbtanulásban, vagy később mennyire követik a tanulókat? Minden tanuló tovább tanul, hála Istennek. Nyilván van egy-kettő, aki ugye esetleg olyan családi háttérrel rendelkezik, hogy vagy megszakad az iskola, vagy stb. De most ugye mindig kapunk az iskoláktól visszajelzést, kötelező már most, hogy így van, középiskoláktól, és most az én volt osztályomról beszélek, hogy a 80%-a egyetemet kezdett. Én ehhez csak gratulálni tudok. Érzékelhető-e ennek az eredménynek a hatása a családokban? Tehát visszaköszön-e Penészlek közösségéhez? Vagy? Mindenképpen. Ha már csak azt nézem, hogy vannak versenyeink. Éppen most márciusban lesz 28-án régiós versenyünk, következő héten pedig egy országos rajzversenyünk, és ezekre a rendezvényekre mi a szülőket is invitáljuk. Tehát ők, akik a vendégeket vendégül látják, fogadják, és nagyon aktívak minden ilyen, mert ha egy jótékonysági pályát rendezünk, akkor az elejétől a végéig ők a főszervezők. És bármilyen nehéz az anyagi körülményük, ettől függetlenül mindig egy üdítőt, egy dobozos süteményt biztosítanak a kínálási lehetőségre. Most csütörtök, illetve pénteken a Teszed hulladékgazdálkodási programba nevezett be az iskola, már most több éve, de Penészlek községgel nyilván a településre egyetértelemben, és akkor 3-8-kor minden szülő is fog jönni, és együtt a gyerekekkel megyünk az utcákat róva. Igazgató asszony, még egyszer gratulálok, és további sikereket és eredményeket kívánok. Köszönöm.